Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban ismét foglalkozunk a szakképzés átalakításával, ezúttal a kamara szemszögéből, de megtudhatják, milyen lehetőségekkel várja a tanulni vágyókat a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó Ady Endre Középiskola, különös tekintettel a technikumi képzésekre, és a növényvédelem időszakában a szőlőbetegségeivel is foglalkozunk. Tartsanak velünk! A szakképzés átalakításának egyik leglényegesebb sarokköve, hogy szeptembertől szakmát csak iskolai rendszerű képzésben lehet majd szerezni. Az úgynevezett részszakképesítéseket iskolán kívül tanfolyami formában is meg lehet majd szerezni, amiért fizetni kell. A szakemberek azt mondják, ezek a változtatások lehetővé teszik, hogy a képzések gyorsabban reagáljanak a munkaerőpiac igényeire. A felnőtt képzésben a jövőben a digitális kompetenciák fejlesztése is nagyobb hangsúlyt kap majd. Online kapcsolódtak be a résztvevők a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara legutóbbi rendezvényébe, ahol a szakemberek a felnőtt képzés változásait vették sorra. Súlyog Tamás felnőtt képzési szakértő azt mondja, éppen ez, vagyis a digitális oktatás előretörése várható a jövőben. Jól mutatta ezt az iparkamara online konferenciája is, amit közel 100-an követtek nyomon. Teljesen átalakul a képzési rendszer szeptembertől, a legtöbb OK és szakmát csak iskolai rendszerű képzésben, azon belül pedig csak nappali vagy esti tagozaton lehet majd megszerezni. Az úgynevezett részszakképesítéseket viszont csak iskola rendszeren kívüli tanfolyami formában lehet majd elsajátítani, amiért fizetni kell majd. A szakemberek azt mondják, ezek a változások lehetővé teszik, hogy a képzések gyorsabban reagáljanak a munkaerőpiac igényeire. Ezek a nem jegyzék szerinti képzések, illetve az alapképzésekben benne foglalt úgynevezett részszakképesítések lesznek azok, amelyeket a felnőtt képzés fog majd végezni, és hát ez egy újabb kör lesz ezeknek a kialakítása. Nem egyértelműen megy át a szakmai, a korábbi országos képzési jegyzékből ebbe a körbe, vagy ebbe a területbe a képzéseknek a megnevezése, programja, hanem ezek nagyjából új képzések lesznek, és ezeket főleg azt várja a jogalkotó, hogy majd a szakma, a vállalati kör határozza meg, hogy mire van szüksége, mi az, ami igazából ebbe beletartozzon. Ha régi jogszabályi környezettel akarunk egy párhuzamot vonni, akkor egy hasonlóak lesznek, mint a korábbi B-körös képzések, amelyeknek a nyilvántartását a kamara végezte, és ott is az volt az elsődleges cél, hogy a piac, a vállalati oldal mondja meg, hogy mi az, amit szeretnének, amire igazából képzéseket kell kialakítani. A digitális kompetenciák fejlesztésén, valamint az új munkaerőpiaci igényekre rugalmasan és gyorsabban reagáló képzések megjelenésén túl egyéb változások is várhatóak a jövőben a felnőtt képzésben. Az egyik fontos változás, hogy kevesebb úgynevezett alapképzés lesz. A jelen szabályok szerint a következőképpen alakult. Egyrészt az engedéllyel folytatott képzés, melyek a régi jogszabály, illetve az új jogszabály szerint is értelmezettek, továbbra is áfamentességet élveznek. Bekerült egy újabb kör a bejelentés alapján végzett képzések, amelyek esetében kiegészítette az áfa törvény egy olyan további jelzővel, hogy bejelentés és jogszabály alapján itt a szakértői értelmezésben nagyjából úgy véljük, hogy azok a képzések, amelyek valamely ágazati jogszabály szerint szabályozottak, bejelentéskötelesek lesznek, és ebben a két teljesüléssel élvezik az áfamentességet. És a képzési világban egy harmadik kör az, ami szintén áfamentességet élvez, ez a nyelvi képzések. Ezt viszont január 1-től egyértelműen áfamentessé tette a törvény. Pisár Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, a koronavírus járvány miatt hozott korlátozó intézkedések és a szakképzés teljes átalakítása jelentősen kihat a felnőtt képzésre. Az válság is arra mutatott rá, hogy a legfontosabb, hogy az embernek szakmája legyen, hiszen akkor bármikor rugalmasan el tud helyezkedni. Úgy gondoljuk, hogy van egy nagy igény, ezt ki kell elégíteni, és ezt inkább felnőtt képzésben lehet jobban kielégíteni, mert egy hosszabb távú képzésben
egy bizonyos korosztályban nem tud bekapcsolódni, illetve akinek már van valamilyen képzettsége, az szeretne újabb képzettséget elérni, főleg olyanokat, amire bebizonyította a válság, hogy azokra a képzettségekre van szükség. Áprilisban a járvány miatt teljesen leállt a felnőtt képzés. Tolna megyében is közel 100-an vártak arra, hogy levizsgázhassanak. Ám azóta enyhítettek a szabályokon. Mostantól a felnőtt képzésben lehetőség lesz kontaktórák megtartására és szakmai vizsgák megszervezésére is. De 65 év feletti tanárok nem taníthatnak és vizsgákat sem vezethetnek. Ez komoly gond lesz az iparkamara Tolna megyei elnöke szerint, mivel a vizsgáztatók fele az idősebb korosztályhoz tartozik a megyében. A felnőtt képzése az a jellemző, hogy inkább az idősebb korosztályú tanárok vannak ebben a képzésben. Hát ez gondokat fog jelenteni. Tehát valószínűleg, hogy már be kell indítani az osztályokat, annyi tanárra, vizsgáztatóra nem tudunk biztosítani, amennyire szükség lesz. Fischer Sándor abban reménykedik, hogy június 20-án a válsághelyzet kiiktatásakor ezt a korlátot is megszüntetik. Biztos tudást és piacképes szakmákat kínál a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája a technikumi képzésre jelentkezőknek. Gyakorlati helyet és ösztöndíjat biztosítanak a diákoknak a tanulmányi évek alatt. Mindemellett az érdeklődők a szakképző iskolában is megtalálhatják a nekik legmegfelelőbb képzést. Az Ady Endre technikumi képzések nyilván két részre oszthatóak. A Tolna megye és a Szekszárdi Szakképzési Centrumnak a legnagyobb iskolájáról beszélünk. Itt mindig is megszokott volt az, hogy széles a szakma választék és a szakma kínálat, és az elvárás is az irányunkból, azt gondolom. A megye meghatározó szakképző intézménye vagyunk, tehát nekünk utat is kell mutatnunk, nem csak szakképesítést kell adjunk a diákoknak. Minden olyan terület, ami eddig működött nálunk, az most is működni fog. Ami új, az, hogy a régi tartalmak kiegészülnek, megújulnak, és új tartalmakkal fognak majd megjelenni a képzési kínálatban. Ez egy-két szakképesítés esetében egyébként majd a névváltozással is együtt jár. Nyilván nálunk eddig is itt volt a közlekedési terület, itt volt a gépész terület, a villamos terület, az informatika és a szolgáltatóipar. Ezek mind megvannak most is, de egy pici kis névváltozás egészen komoly szakképzési tartalomváltozást is maga után hozhat. Tehát például az autótechnikus autószerelő képzés most gépjármű elektronikai technikus néven fut, és az eddigi 3 év helyett 2 év alatt lesz majd megvalósítható annak a tanulónak a számára, aki egy érettségi után érkezik majd az iskolánkba. Aki iskolán belül érettségizik, azoknak ez rövidül, és 1 év alatt lesz megvalósítható. Tehát itt a szakképzésben résztvevő diák a szakirányban tanul tovább az érettségi után, akkor a 3 év helyett 1 év alatt, illetve 2 év alatt tudja elvégezni a megfelelő szakképesítést, amit eddig 2 vagy 3 év alatt tudott. Ez egy óriási nyereség lehet, azt gondolom, nem csak a diáknak, hanem akár a munkaerőpiacnak is. Ugyanez igaz a többi technikumi végzettség megszerzésére is nappali tagozaton. A szolgáltatóipari képzésekben, mint a kozmetikus vagy a fodrász jelentkezett leginkább az igény arra, hogy ne csak nappali képzésben tanulhassák a diákok a szakmát, hanem adjanak arra lehetőséget, hogy esetleg munka mellett is folytathassák tanulmányaikat. Erre egy nagyon új és rugalmas formát fejlesztettek ki. Nem kell belőle az iskolapadban teljes óraszámban. Csökkenthetőek az óraszámok, törvény meghatározta milyen mértékben, és a tartalmak is rugalmasan alakíthatóak. Nem kell feltétlenül abban gondolkodni, hogy osztályok fognak most majd tanulni. Itt abban lehet gondolkodni, hogy egy-egy tanuló, vagy akár néhány tanuló is végezhet szakképestést úgy, hogy megjelennek a tanórákon, akár a nappali képzésben is egy-egy órán, egy-egy fontosabb tartalomnál, és a képzési szakaszok így lerövidíthetőek. Korábbi tudású beszámítható, tehát jóval rövidebb idő alatt szerezhetik meg a megfelelő szakképesítést, megfelelő szakképzettséget az iskola keretein belül. Jelen pillanatban 17 szakképesítést oktatnak az iskolában. Közlekedési, gépész, villamos és informatikai területen, valamint a szolgáltatóipar területén megjelenő szakmák nagy része tanulható az intézményben. Azok a képzések, amik most a paletten szerepelnek, ezek elsősorban a munkaerőpiacnak az igényei alapján lettek kialakítva. Az új szakmajegyzék az ugye egy nagyon komoly egyeztetés után született meg, és az OK-s lista nagyon nagy szűkítésen ment át ahhoz, hogy a munkaerőpiacnak megfelelő képzettségek és szakképzettségek jelenjenek meg a rendszerben.
Ezeknek a megjelenése arról szól, hogy azok az alapkompetenciák mutatkoznak a diákok tudásában, amikre rá lehet építeni, tovább lehet képezni egy adott vállalati környezetben a felvett munkaerőt, vagy éppen azt a tanulót, aki ott jelen van. Ez azt is jelenti, hogy minden képző és minden gyakorlati partner egy kicsit a saját arcára tudja formálni azt a diákot, azt a tanulót, aki önálló a képzésben részt vesz. Nyilván ez azt is jelenthet, hogy a saját munkaerő utánpótlását is kiképezheti. Hogy az új rendszerben a külső gyakorlati helyeknek a szerepe nagyon felértékelődik. Már az érettség előtti képzésben is már 10. évfolyamtól a technikumi hallgatók, technikumi tanulók már kint lehetnek a munkaerőpiacon, kint lehetnek munkaszerződéssel a tanuló szerződést felváltva gyakorlati helyeken is. Ugye minőségi változások következnek be ezen a területen. Egy tanulószerződés és egy munkaszerződés között óriási különbség van. Nem csak bérben, hanem kötelezettségekben és a juttatásokban is természetesen. Tehát mind a két irányban megnő a felelősség, az iskola részéről ott nő meg a felelősség, hogy a képzés színvonala hogyan fog biztosítódni, a tartalmak hogyan kerülnek átcsoportosításra, hiszen egy gyakorlati hely nem feltétlenül arról fog szólni, hogy egy hét gyakorlat és aztán egy hét iskola. Tömbösítve akár meg az elmélet oktatást is a gyakorlati hely meg tudja valósítani, hogyha erre van szakembere, vagy ha erre szakembert akár az iskolától idézőjelbe teszem, hogy kölcsönöz. De kint a képzőhelyen valósítható meg a képzés, hogyha ezt vállalja. Ez igaz az érettség utáni képzésekre is természetesen. Az elektronikai területen is megjelenünk, hiszen eddig is megvolt az erős áram a képzésünk, ez ezután is jelen lesz a palettán természetesen. Nem csak Paks 2 miatt, de biztos, hogy ott is a felvevő piac biztosan igényelni fogja azokat a középszintű végzettsége rendelkező technikusokat, akik a termelésben, a termés irányításban tudnak majd részt venni, vagy akár az EON-nál, vagy bármilyen más villamosipari területen. A technikumi képzés több előnnyel is jár. Például már 9. osztálytól elérhető lesz a diákok számára az új ösztöndíjrendszer. Azok a juttatások, amik itt megjelennek, azok ellentétben a korábbi gyakorlattal, ahol csak a szakképesítés megszerzésének a megelőző tanévében volt a technikumban lehetőség arra, szakgimnáziumban, hogy ösztöndíjat kapjon a hallgatóit, már az első pillanattól, akár 9. évfolyamtól a belépéstől kezdve is ösztöndíjban részesül. Nyilván ennek a mértéke egy kiindulási értékről elindulva a tanulmány eredménynek a változásával, remélhetőleg a javulásával emelkedni is tud és fog. És egy munkaszerződés az én vagy más juttatást jelent mértékben, mint egy tanulószerződés. Ezek a jogi keretek között szabályozva vannak, de ez egy nagyon biztos lábat adhat akár egy családnak is, ahol a tanulószerződés helyett már munkaszerződéssel foglalkoztatódik egy gyakorlati képzőhelyen. Ami egy picit erőteljesebben kerül majd megjelenítésre és kihangsúlyozásra, az az automatika, az elektronika, a gépészet és a közlekedés, és mindegyik mögött ott az informatika. Tehát mindenhol egy kicsit az ipar 4.0 irányába nem, hogy akarunk, hanem kell elmozdulnunk. Ez azt jelenti, hogy egy olyan technológiát kell megtanítanunk, alkalmazni és akár előállítani minden szakképesítésben, ami az iparnak a sikeres működéshez hozzájárul, hiszen csak az a munkavállaló lehet sikeres a munkaerőpiacon, aki értékes tudást hoz magával. Ez már 17-18 éves korban is meg lehet ez az értékes tudás, ha más nem annyiban, hogy rá lehet majd épülni, rá lehet építeni más tartalmakat és más készségeket, amiket az adott munkáltató elvár. A gyakorlati képzőhelyeket többnyire a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara biztosítja, de vannak még olyan képzések, amihez az iskola ad gyakorlati helyet az intézményen belül. A cél az, hogy ez a lehető legkisebb mértékű legyen a hosszú távú gondolkodásunk alapján, hiszen az ipari környezet az nem az iskolában áll rendelkezésre. Természetesen az alapokat, azokat az iskolában nagyon jó elsajátítani, azt gondolom. És erre az új képzésben is ott a lehetőség és ott van a kötelezettség. Ha ezek az alapok biztosak, akkor lehet kimenni külső gyakorlati helyre. A külső gyakorlati helyek pedig olyan tanulókat várnak, akik az alapokat már tudják. Ez eddig is így volt egyébként, hiszen a szintvizsga rendszere az erről kellett szóljon, és erről is szólt, és egy alapképzettséggel rendelkező diák mehetett már mondjuk a szakközépiskolába, leendő szakképzőiskolába a 10. évfolyamtól külső gyakorlati helyre. Az új rendszerben itt azért egy rugalmasság megjelenik majd természetesen, hiszen a szakképző osztályok és a technikumi osztályok 9. évfolyam után is kicsit átjárhatóbbá válnak, mint a jelenlegi rendszerben. Nyilván ez az évfolyamok elején igaz, tehát a 9. évfolyamokat jelenteni elsősorban, de amíg az ágazati alapvizsga megszületik, addig a tanulók a mozgástere megvan, és az a technikumban majd a 10. évfolyam végén lesz, szakképzőben 9. évfolyam végén. Tehát addig az azonos ágazatok nagyjából is, és bizonyíthatóan azonos szakmai tartalmakat fognak tanulni, és a gyakorlatuk is össze lesz hangolva. Tehát a diák tud mozogni majd az alacsonyabb képzési formából a magasabb felé, és akár fordítva is.
Nyilván majd az igények és a lehetőségek ezt majd megszabják alkalmatán, hiszen a diákok nem mindig jól mérik fel azt, hogy ők vajon mire képesek. És a szülők sem, és az általános iskola sem. Azt gondolom, hogy ebben a dologban segítenünk kell a pályorientációt az általános iskolákban, hogy a diák olyan helyre menjen tovább tanulni, ami neki jó, ami az ő készségének megfelel, és ami őt érdekli. Mivel a cégek nagy része ugye saját magának képzi az utánpótlást, ezért a nekik megfelelő jobb tanulókat már eleve ott tartják a gyakorlatok után. Tehát nekik ez idézőjelben jó üzlet. A tanulóképzés az akkori üzlet, hogyha megtérül. Nyilván a megtérülés az meg a tudásban mutatkozik. Ha meg tudja tartani a dolgozót, mert megérdemli a dolgozó, mert megdolgozott érte, mert megkapta azt a tudást, amit ő szeretett volna, akkor találkoznak az érdekek, és tudja ott folytatni a munkáját, ahol a tanulmányait is végezte. Tehát a diákok nagy része már munkahelyen rendelkezik, mire tanulmányai végére ér. Az adi iskola mindig is büszke volt az elért eredményeire, és mindig büszke volt azokra a dolgozókra, akik itt a tudásukat átadják a diákoknak. Az egyik szlogenünk és minden ünnepségen, ami tanévet zár, vagy valami komoly ünnepséget zár, azt el szoktam mondani, hogy mi nem tanulókat képezünk, hanem újabb mestereket. Lisztharmadból közepes fertőzés várható a szekszárdi és a tolnai borvidékeken, most is úgy, ahogy ezt az elmúlt 5-6 évben megszokhatták a termelők. A védekezés már a harmadik lépcsőjénél tart. A jó hír, hogy a peronospora betegség feltételei eddig nem voltak adottak az ültetvényekben. A szőlő növényvédelmével foglalkozunk a következő percekben. Tele van a levelem a lisztharmattal. A gombás betegség jeleit mutatja Füzi István, növényvédőszer fejlesztő mérnök. Ez persze egy kísérleti telep, ahol mondhatni kifejezetten törekednek rá, hogy minél nagyobb legyen a fertőzés. A borvidékeken kiemelkedő járványra idén sem számítanak a szakemberek a szőlő lisztharmatot tekintve, de a védekezést természetesen nem lehet elhanyagolni. A betegség most is áttelelt. Úgy vettük észre, hogy sok ültetvényt fölmérve itt a két borvidékünkön, a tolnai és a szekszárdi borvidékeken, alapvetően ebben az évben is, mint az utóbbi 6 évben most már szinte mindig ilyen közepes szintű fertőzési nyomásra számítunk. Nem arra a nagyon nagy erejű kitörő járványra, ami utoljára 2014-ben volt. Akkor volt ez a nagyon nagy erejű. Azóta minden évben ilyen közepes szintű fertőzések voltak. Közelítettek oda a járványos szinthez, éppen néha elérték, éppen nem. Ez is most egy ilyen év lesz, hogy ilyen közepes szintű fertőzési nyomások jönnek. Mindenhol jelen van a lisztharmat, tehát senki ne legyen teljesen nyugodt emiatt. Mindenhol van lisztharmat, de nincs természetesen ennek csak a töredéke az, amit lehet látni egy ültetvényben, még hogyha nem is permeteztek eddig akkor is. Jó szisztőke olyan, hogy itt most semmi védekezés nem volt. Ilyen, ezen is tele van, ezeken a fiatal leveleken itt mindenhol itt van a lisztharmat. Tehát ez úgy fog terjedni, hogy ez, ha elkezd virágozni, akkor pillanatok alatt átfertőzi a bibét. Itt most látszik, hogy kezdenek nyílani a bimbók, kezd virágozni, és egyből fertőzi át a bibét. A lisztharmat többféle módon is képes átvészelni a téli időszakot. Ez most is megmutatkozik, mondja Füzi István. A lisztharmat fertőzés az a kérgen áttelelt ivaros termőtestekből kiszorodó aszkos pórákkal történik. Ezt szaknyelven így nevezzük. Tehát az ivaros alakjából jön elsősorban a fertőzés, és ezen az ültetvény részen, ahol most vagyunk, ez egy ilyen kísérleti terület, itt alapvetően azt fogjuk látni, hogy van ennek egy másik formája, és ez a bizonyos ivartalan forma, ami régen volt jellemző, még a régi időkben ezt tartották az elsődleges telelési formájának, ez a bizonyos rügyekben telelő micélium, ahol ivartalanul a gomba fonalak telelnek át, és onnan jönnek az első fertőzések, ennek a tünetei, ezek a bizonyos zászlós hajtások, amelyek így be vannak szőve, teljesen be vannak hálózva a lisztharmat gombának a penész bevonatával. Hát ez nem olyan, mint az aszkospórás tünet, hogy közelről kell szinte mikroszkóppal vizsgálgatni a leveleknek a fonákját, amelyek legközelebb vannak a kéreghez, hanem itt végig kell nézni sorokat, végig kell nézni nagy területeket, egy fél hektárt vagy egy hektárt, és akkor figyelni kell ezeket a bizonyos zászlókat, amelyeket könnyű meglátni, fölpödrődnek a levelek, és viszonylag könnyű őket észrevenni, aki már gyakorlott ebben, gyakorlott rá a szeme, az kiszúrja ezeket, és itt a kollégámmal földlerítettük, nem is tudom meg a területen ezeket az ászlós hajtásokat. Idén találtunk belőlük nagyon sokat. Ezen a kis teraszon
önmagában itt van 7-800 tőke, és körülbelül 40 ilyen zászlós hajtást lehet észrevenni, amelyeket már április 29-én megtaláltunk, és most már a harmadik, negyedik generációja jön itt a lisztharmatnak. Óriási nyomása van itt a betegségnek. A kísérleti telepeken kívül ez a nyomás már nem jellemző, de a növényvédőszerfejlesztők nem úgy gondolkodnak, mint a termelők. De mindent elkövetünk, hogy nagy fertőzés legyen. Tehát itt a kísérleteknek ugye ez a célja, amikor kísérletezünk, hogy milyen megoldások a jók, milyen készítmények szerepelnek jól, hogyan kell ezeket időzíteni, hogyan kell permetezni. Nekünk mindig az a célunk a kísérletekkel, hogy a lehető legnagyobb fertőzési nyomást tudjuk produkálni, mert ott lehet jól látni a különbségeket, és azért szükséges ez nekünk. Tehát mi ellenére nem úgy gondolkodunk, mint a termelőnek, mindig az a jó, ugye, hogy minden kisebb fertőzési nyomással találkozik, nekünk pedig az a jó itt, hogy minden nagyobbal. A lisztharmat elleni védekezést mindig több lépésben kell végezni. Ez az ültetvényeken már egy hónapja elkezdődött. Ilyen nagyon stabil védekezési mechanizmus dolgoztunk itt az elmúlt években, amelynek megvannak a bizonyos lépései, és erre nagyon határozott szereket nem akarok említeni, de nagyon határozottan bizonyos szereknek a felhasználására indul, amivel nagyon eredményesen lehet védekezni ezzel ellen a betegség ellen. Ennek a technológiának, amit kidolgoztunk, most a második lépését már általában elvégezték a gazdák, és most jön majd a harmadik lépése, ami megint fontos. Az első lépés az egy ilyen kontaktszeres védekezés, amit kénnel szoktunk javasolni. Magas töménységű kénes oldattal permetezni a szőlőt. Hát ez valamikor a május elejére esett ez az időszak, amikor ezt ajánlottuk, aztán utána május közepén jött ez a bizonyos fölszívódószeres alkalmazásnak az első lépése, és most jön majd a napokban a második lépés, amit meg kell csinálni ebből. Tehát összességében a harmadik védekezés az, aminél most tartunk a lisztharmat ellen, így lehet biztonságosan elhárítani, és mondom, nagyon, nagyon nem mindegy, hogy milyen szerekkel végzi ezt az ember. A másik ismert betegség a peronoszpóra, de ennek feltételei nem voltak adottak a borvidékeken. A peronoszpórának nagyon nem kedvezett ez az időjárás, most az elmúlt ugye, két hónapban aszály volt, gyakorlatilag március végétől, amikor utoljára egy nagyobb mennyiségű hó esett le, azóta nem volt jelentősebb csapadék, olyan 20 mm volt az azóta lehullott csapadék mennyisége, talán egy picivel több, és ez abszolút szárasságot eredményezett, igazából aszályos körülményeket, nem teremtődtek meg a peronoszpóra fertőzésnek az előföltételei. Most, hogy beköszöntött, éppen most itt vagyunk, hogy pár napja már elkezdett esni az eső, még mindig azért a legtöbb műszerünk nem jelzett primér fertőzésre alkalmas körülményeket. Tehát még mindig nem volt olyan körülmény, aminél a peronoszpórának az elsődleges fertőzése bekövetkezhetett volna, vagyis még mindig az ültetvényeink abszolút biztonságban vannak a peronoszpórától. És tekintettel arra, hogy most egy esősebb időszak van, azért most már az ilyen megelőző védekezéseket majd el lehet kezdeni a peronoszpóra ellen, de aki eddig nem csinált semmit, az se követett el nagy hibát. Hozzám című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a szakmád a holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.